rajzfilmek közül talán a legavantgardabb művünk volt a Bukowskinak a Short Story-ja, mert az eléggé kiugrott még a vadabb animációk közül is, nagyon bátor és kimondó volt, és erotikusnak a csúcspontján átlépve már majdnem teljesen nem gyerekbarát dolgokról beszél, mint ahogy ő ezt meg is írta, tehát próbáltunk nagyon hűk lenni az ő lelki atmoszférájához, és ott olyan rajzfilmek születtek, amik a mai napig is sokszor sok, hogy mondjam, föllendülést okoznak a nézőkből, vagy pozitívan, vagy nagyon negatívan, mert ilyen fölháborodóan provokatív az egész. Tehát ez is volt a célunk, mert a Bukowskinak az írása is, a rövid sztoriai is erről szóltak, hogy provokálja az olvasókat. A saját munkáim közül meg talán a Frank Zappának az album a dizájnja, amit én terveztem, meg rajzoltam, és ez volt az utolsó album a Franknek, mielőtt ő elhunyt. És erre büszke vagyok, mert állítólag ő nagyon-nagyon kritikus volt, hogy milyen album coverjei legyenek, és amikor én bevittem neki négy különböző verziót, hogy ebből egyet válasszon ki, akkor azt mondta, hogy ő ezt mind a négyet akarja használni, és a belső borító ez lesz a külső, ez lesz a hátsó, tehát mind a négyet nem akart egyiktől se megszabadulni, ennek nagyon örültem. A Mohai Nagy László arról volt híres, meg tudod, hogy egy új műfaj irányzatot feszegetett. Tehát olyan dolgokat, olyan avantgard irányba, olyan dolgokat próbált egyedileg alkotni, ami újdonság volt akkoriban, és ez a Bauhaus Movement, minden ennek is nagyon nagy ereje volt, meg hát a plakátjai, a fotói, a kollázsai, ezek mind nagyon-nagyon gyönyörű grafikái. Megmondom őszintén, nekem a rajzai azok egyedül, amik nem annyira inspirálnak engem, mert szerintem a másik fajta munkái, tehát a ceruláz rajzai, meg a színes rajzai, azok nekem kevésbé jönnek be, mint a más munkáit, meg kimondottan imádom a kollázsait, ezeket az absztrakt plakát tervezeteit, a typografihoz nagyon-nagyon értett. Hát nyilvánvalóan megérti az ember, hogy miért választotta az Iparművészeti Egyetem az ő nevét, mert egy nagyon-nagyon sokoldalú, iszonyúra tehetséges ember volt. Kitartott a hite mellett, hogy ő se adta be a derekát, tehát nem kezdett hirtelen Disneynek rajzolni, mondjuk abban az időben, amikor ő volt, akkor még nagyon-nagyon kezdetlegesen, de nem állt be fekete-fehér Mickey Mouse-okat rajzolni, mert tudta, hogy neki is van egy irányzata, amit dobogóra kell tenni, és ezek az új dolgok nem egyszerűek. Ezt ki kell taposni, ezért harcolni kell, meg kell szokatni a világgal, és ugye amikor már végre el volt fogadva és kiállításai voltak, akkor is jött egy olyan hullám, ami azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan pocsék művészet, és akkor meg el akarták taposni. De nyilván, hogy a hosszú távon ezek megérik a helyüket, mert egy igazi komoly művészetnek a lefolyása az nem olyan könnyű, tehát mindig lesznek ott is gátok, akadályok, ellenzékek, irigy emberek, meg akik nem értik, egyszerűen nem értik. És nyilvánvaló, hogy ezek az alkotások nem nekik készültek, a nem értőknek, hanem azok, akik megértik, még akkor is, hogyha kevesebben vannak. Szerintem az egyéniség, az originál ötleteknek a végre hozása és az annak az útjainak a kitaposása ezeknek az új ötleteknek, mert ez nem egy egyszerű dolog, és egyéniségnek kell lenni, és
Hát nem, lehet, hogy ez hülye hangzik, mert ez mondjuk, én ezzel mondok újat, ezt mindenki tudja, hogy az az érdekesség a művészetben, amikor nem utánzol valaki más, tehát akkor soha nem leszel egy marha jó művész, hogyha jobban lefestesz egy Van Gogh festményt, mint annak idején ő, tehát egy kicsit reálisabban, attól nem leszel egy jobb művész, attól leszel jó művész, hogyha egy teljesen új irányzatot behozol, és téged akarnak majd másolni mások. Én nem is tudom, hogy az egész világon van még egy ilyen iskola. Én például, ha gyerekeimnek ilyen ambíciói lennének, hogy ilyen grafikus művészeti irányba menni, én nem tudnék jobb iskolát, még Amerikában se tényleg, mert itthon ugye nagyon ügyesen rengeteg könyv is megjelenik a diákoknak a munkáiról, a vizsgamunkáikról, és el vagyok ájulva, hogy micsoda széles skálájú irányzatok, tehetségek jönnek onnan ki, úgyhogy nagyon nagy ötletem vagy ajánlatom nincs az iskolával szembe, kivéve az, hogy folytassák ugyanígy, ahogy eddig is csinálták, mert szerintem csodálatos az irányzat.